A kereken 130 éve útjára indult filmes történelem egyik legnagyobb vállalása az MCU, vagy a Marvel moziverzum. A 2008-as Vasemberrel a Marvel és a Disney elkezdték építeni kis, vagy nem is annyira kis tévén és mozifilmeken átívelő világukat, ami a mai napig 17 filmből és 10 sorozatból áll. Ilyenre nem, hogy még soha ezelőtt nem volt példa, de a DC saját életéért küzdő halálhörgését látva nem is lesz a közeli jövőben. Mielőtt a DC fanok nekem esnek, én mindkét képregényes univerzumot nagyon szeretem, de mozik terén nem említhető egy lapon a két kiadó. Mivel 17 film cselekménye vezetett el a végtelen háborúhoz, nem tudok úgy beszélni a sztoriról, hogy ne spoilerezzek. Aki nem napra kész a legtöbb karakter jelenlegi állapotával, csak saját felelősségére nézze tovább. A megtépázott bosszúállók a polgárháború eseményei után meglehetősen szét vannak széledve. Thor utoljára a népével és Hulkkal tartott a föld felé, Vasember a megmaradt tagokkal van bolygónkon, Pókember végül nem csatlakozott a csapathoz, Amerika kapitányék pedig bujkálnak a világ elől, a trailer alapján Wakandában. A filmben végre becsatlakoznak a nem bosszúállók is, mint Doctor Strange vagy a Galaxis őrzői, és elvileg jönnek teljesen új karakterek. Ebbe az elég komoly szuperhős felhozatalba jön meg Thanos, az őrült titán, aki az első Galaxis őrzői filmekben szerepelt úgy igazán, és aki a végtelen háború főgonosza lesz. Az előzetesek és kettcsinálók elég királyra sikerültek, és adnak némi betekintést abba, hogy fog kinézni a sztori, de még senki se tudja igazán, hogy kapcsolódnak össze a szálak. Mindenki hatalmas elvárásokkal ül majd neki a filmnek, ezerrel pörögnek az elmélkedések és viták, hogy mi is fog történni, amikor Thanos végre eljön legyalulni a föld népességét. Jövő hét kedden 8 órás rajtal újra élőben jelentkezik majd Mark, és ezúttal én is csatlakozom hozzá. Biztosan fogjuk érinteni a Marvel DC témát, de aki szeret velünk élőben beszélgetni, érdekli, miket hordunk össze, vagy csak szimplán a fejemre kíváncsi, az ne hagyja ki. Sziasztok! Donát vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 dolgot, amire számíthatunk a bosszúállók végtelen háborúban. Szerintetek melyik fog tényleg bekövetkezni? Szegény Thor legutóbbi kalandjában a Ragnarökben elég sok dolgot elveszített, például az apját és az otthonát, de nem kevésbé volt sokkoló, mikor a film szinte legelején rommá tört híres fegyvere, a Mjölnir. Az, hogy Hela puszta kézzel meggyilkolta a kalapácsot, egyrészt nagyon menő volt. 10 másodperce volt a képernyőn, és elültette minden nézőben azt a kétségbe esett érzést, hogy mégis hogy fogják tudni legyőzni ezt a vadállatot. A másik hasznos következménye pedig az volt, hogy Thor megtanulta jobban kiaknázni a benne rejlő erőt. Bár Thor villámmódba kapcsolása iszonyú menő, azért a Mjölnir egy nagyon hasznos és erős fegyver volt. Épp ezért valószínűleg szükség lesz rá, vagy valami hasonló kaliberű eszközre a Thanos elleni harcban. Thor pedig jó eséllyel megpróbálja majd újra kovácsolni elveszett fegyverét. Az előzetes egy pontján láthatjuk, ahogy az Asgardi valami hatalmas idegen gépezetet próbál működésbe hozni. Nem elképzelhetetlen, hogy a Galaxis őrzőivel való találkozás után az első útja a kovácsokhoz vezet majd, akik a kalapácsot is készítették annó. Bár ez is csak találgatás, de a képregény univerzumban Thornak volt egy szintén mítikus fejszéje, amit még a kalapács előtt használt. Lehet a mozis világban kicsit felcserélték a dolgokat az írók, és ez lesz az új fegyver. Az Ultron kora, bár nem volt rossz film, én igazán jónak sem mondanám. Ultron tartottam egy nagyon béna ellenfélnek, mert a hihetetlenül fejlett és gonosz mesterséges intelligencia gyakorlatilag semmiféle veszélyt nem jelentett az emberiségre. Nem volt gyenge, de szerintem fenyegető sem, és bőven nem aknázták ki azokat a lehetőségeket, amiket egy AI gonoszkodhatott volna az interneten és az elektronikus hálózatban, ami a mai világban szinte korlátlan hatalom. Thanos vele szemben már a kezdetektől fogva nagyon félelmetesnek és keménynek van beállítva, és az előzetesben például elég könnyedén kapja el Thort a fejénél fogva. A Marvel moziverzumban eddig is voltak kemény csaták, de még senkinek az életéért nem aggódtunk úgy igazán. Most viszont sokan arra számítanak, hogy kell majd. Egyrészt a színészek szerződései le fognak járni, másrészt ezzel elég komoly súlyt kapnának a történések. Az egyik szereplő, akinek a legtöbben a halálára tippelnek, sok a kedvence Loki. A Ragnarök stáblista utáni jelenetében a föld felé tartó Asgardiak előtt felbukkant Thanos hajója. Események hosszú sora után a titán által keresett végtelen kövek egyike épp Lokinál van, ami a már jól ismert térköve, vagyis a Tesseract. Az előzetesben láthatjuk, hogy Loki átnyújtja a kockát feltehetően Thanosnak, de a legtöbb elmélet szerint még gyorsan kimenti a testvérét és Hulkot az elég gázhelyzetből. Thanos nem az a vajszívű csávó, és ha ez tényleg így történik, könnyen lehet, hogy Loki az életével fizettettért. Nem semmi felütése lenne ez a filmnek. Kereken egy bosszúállók filmmel ezelőtt debütált a Veronica kódnévre hallgató Hulkbuster Armor. Tudjátok, az a nagy vadállat páncél, amit Tony Stark és Bruce Banner együtt fejlesztettek ki, hogy a Hulkot meg tudják fékezni, ha valami rosszul alakul.
Veronika megjelenik a Végtelen háború előzetesében is, egyszer Bruce mögött látható csak a keze, aztán a Wakandai csatában is feltűnik több pillanatban is. Rajongók arra számítanak, hogy a Hulkbustert ezúttal nem Tony fogja irányítani, hanem ironikus módon maga a Hulk. A miértben megoszlanak a vélemények, egy elmélet szerint a Ragnarök eseményei után Bruce nem mer magától Hulk-á változni, mert fél, hogy megint évekre úgy marad, és ezért inkább páncélban harcol, ami azért részben a sajátja is. Másik teória, hogy majd a Hulkra adják a páncélt, hogy Thanos ellen jobb esélyekkel induljon. Nekem tetszene, ha Tonyn kívül valaki más is kipróbálná egyszer a vasember szerepét. Ha eddig tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és már nyomhatjuk is tovább. A Thanos által gyűjtött végtelen kövek közül egy még nem debütált a filmes univerzumban. A tér sejthetően Lokinál van, az idő Doctor Strange-nél Agamotto szemében. A valóságkő valójában az a piros dudva volt, ami a Thor sötét világban okozta a problémákat, és a film végén a gyűjtőnek adták oda megőrzésre. A hatalom kövét a galaxis őrzői az első filmjük végén a Nova 6-esnél hagyták, valószínűleg ez egy elég béna ötlet volt, mert az előzetesben már Thanosnál van ez is. Illetve van még az elmekő, amit Thanos adott Lokinak a föld leigázásához, de ez elég nagy utat járt be és végül Vízió homlokán kötött ki. Az utolsó kő a lélek köve volna, aminek jelenlegi helyére két teória is létezik. Az első szerint a kő jelenleg Wakandában van. A fekete párduc elején egy vibránium meteor csapódik Afrikába, és ebbe gondolják bele a követ is. Ami ennél meggyőzőbb és konkrétabb utalás a lélekkő jelenlétére, az az egész asztrálsíkos sztori a filmben, ahol a régi fekete párducok szellemével lehet konzultálni. A Végtelen háború előzetesében Thanos erőivel egy elég nagy csata bontakozik ki az afrikai országban, ami feltehetően a lélekkőért zajlik majd. Elmesélem a másik verziót is, aztán mindenki eldönti, melyik tetszik neki jobban. A másik elmélet szerint a lélekkő Heimdallnál van. A Wakandai csata majd Vízió homlok díszéért megy, és szimplán egy tudatos helyválasztás a hőseink részéről, mert ott jó esélyeik vannak a harcban. Az utolsó kőnek elvileg narancssárgának kell lennie, ami véletlenül pont megegyezik Heimdall szemszínével. Többször is szóba kerül, hogy az Asgardinak olyan ereje van, mint senki másnak az univerzumban. Elhangzik az is, hogy a 9 birodalomban 10 trillió lelket lát összesen, amiben a szóhasználat is árulkodó lehet. Mindkét elmélet elképzelhető, jövő héten pedig kiderül, hogy igaz-e valamelyik. Baby Groot karaktere az egyik legjobb dolog, ami történt a Marvel univerzummal, és gyakorlatilag nincs, aki ne imádná. A Galaxis őrzői második részének végén viszont láthattuk, hogy Groot rohamosan nő, és már tinédzser korba lépett. A rejtélyes fa alapú lény nagyon erős tagja volt az őrzőknek még az első részben, és még kicsiként is jó kemény volt, de Thanos ellen azért elég kevés lesz ez így. Sokan várják, hogy ha már összekerülnek, az időmanipuláló Doctor Strange miatt a fejlődésben lévő Groot kicsit felgyorsul. Agamotto szeme és benne az időkő elég durva dolgokra volt képes. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy Groot növekedését pörgessék fel vele, elvégre Thanos ellen mindenkire szükség lesz. Ahogy mondtam, több karakter halálát is vizionálják, például az övét. Igen, ez szándékosan lett a világ legbénább szóvicce. Thanos egyértelmű küldetése lesz a film során, hogy összeszedje a végtelen köveket, és így nyilvánvaló, hogy minimum megpróbálja, vagy inkább meg is fogja szerezni az elmekövet, ami Vízió homlokába van ágyazva. Az Ultron korábban bemutatott android az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb bosszúálló. Képességeinek egy része konkrétan a kőből származik, de valószínű, hogy unblock sokat merít a kő erejéből. Viszont azt nem tudja egyelőre senki, az írókon kívül persze, hogy a kő nélkül mi történik Vízióval. Logikus lenne azt gondolni, hogy az AI, ha legyengülve is, de tovább élhet a vibránium testben, üres homlokkal. Én bízom benne, hogy nem fogják szegényt kiírni csak a drámai hatás kedvéért, de az biztos, hogy a homlok díszéből lesz még bonyodalma. Az első Amerika kapitány mozi gonosza a náci Hydra vezér vörös koponya volt. Elég régen jött ki a film, szóval gyors ismétlés. A film végén nem kimondottan győzi őt le a kapitány. A vörös koponya kezében tartja a Tesseractot és elnyeli a kockából áradó erő. Első ránézésre gondolhattuk sokan, hogy szimplán lebontotta őt a tárgy hihetetlen energiája, de 99% hogy nem ez történt. Nem csak úgy eltűnt vagy felrobbant az energiától, hanem a repülőből kilőtt egy energiasugárban az űrbe. A bosszúállók végén pont ugyanígy utazik haza Thor és Loki a Földről Asgardba. A Tesseract a végtelen kövek közül a térre, és képes az univerzumon belüli kapuk nyitására meg utazásra. Szóval sokkal valószínűbb, hogy a vörös koponya valahova messzire elkerült a világban. Ennek pedig csak akkor van értelme, ha valahogyan vissza is tér. Lehet csak a negyedik bosszúállókban, de lehet Thanos oldalán, a lényeg, hogy valószínűleg látjuk még. Steve Rogers halálát is sokan várják, vagy legalábbis előrevetítik a következő filmre, de ami még érdekesebb, az maga az Amerika kapitány cím.
A képregényekben már többen is viselték a nevet és a pajzsot, amíg Steve nem tudta ellátni feladatait. Bucky, a tél katonája és Sam a sólyom is voltak már a csillagos sávos ruciban, és véletlenül pont itt vannak mindketten a moziverzumban is. A tél katonájában történt is rá egy-két apró utalás, hogy Bucky talán átveszi a szerepet. A kapitány a polgárháború végén otthagyja pajzsát, miután Vasember azt mondja neki nem méltó rá. Nem tudni biztosan, hogy csak a Vibranium lemezre értette, vagy az egész Amerika kapitányságra, de sanszosabb, hogy az utóbbira. Nehezen lenne ugyanaz az idealisztikus hős, miután szembe ment a törvénnyel, és inkább elmenekült a világ elől. Viszont akár túléli Steve a végtelen háború történéseit, akár nem, könnyen lehet, hogy egy új Amerika kapitány kap majd a Marvel világa. Elvégre ő nem csak egy szuperkatona, hanem egy szimbólum. Thanos a képregényekben komoly szerelemmel viseltet a halál iránt. A Marvel univerzumban a halál nem egy absztrakt fogalom, hanem egy kozmikus lény gyakorlatilag korlátlan hatalommal. Thanos eredetileg a saját korlátlan hatalmán túl azért gyűjti a végtelen köveket, hogy az univerzum felének kiirtásával lenyűgözze szerelmét. Gamora az előzetesben is elmondja, hogy pontosan ugyanez a célja, bár az nem derül ki, hogy miért. Viszont ez a halál nem ugyanaz, mint Hela, az asgardi halálistennő. Annyiból bonyolult a dolog, hogy a képregényekben arra is volt nemrég példa, hogy Thanos és Hela jöttek össze. Szóval van pár lehetősége a stúdiónak. Egyrészt lehet bemutatkozik az istenségszerű halál karaktere, mint Thanos szerelme. Lehet, hogy a Ragnarök után visszahozzák Helát, és neki szól az univerzum megfelezős terv, és az is lehet, hogy Thanos csak szimplán hatalom, bosszúvágy vagy valami őrült elmélet vezeti majd az univerzum egyensúlyáról, ahogy azt 10-ből 10 főgonosztól megszoktuk. Bármi is lesz, mi nagyon várjuk a jövő heti premiért. Már ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb tartalmakról.